Jó napot kívánok, sziasztok! Robert Langdon a vatikáni és a párizsi kalandja után hazai pályán Washingtonban kerül reflektorfénybe. Ez a történet a szabad kőművesek köré épül, az ő piramisuk legendájára fókuszál. A Harvardi Egyetem híres szimbólumkutatójának újabb feladata a piramis titkának megfejtése, hogy ezzel megmentse elrabolt, régi barátját, a szabad kőműves Peter Salomont az ügyeletes, szadista őrült karmai közül. Természetesen az aktuális női főhős Catherine a professzor segítségére siet, illetve fordítva, a hatóság pedig üldözőbe veszi őket, miközben versenyt futnak az idővel. Tetszettek az előző két kötetre tett utalások, melyeket csak azért, aki olvasta azokat, de a kötetek bármilyen sorrendben olvashatóak. Ez is nagyon izgalmas, feszült tempójú, olvastatja magát, a fejezetek vége folytatásért kiállt, de többször egy másik történetszál folytatódik, így késztetve a folyamatos olvasásra. Alig bírtam letenni. Fordulatos, de az egyik nagy fordulattal kapcsolatos gyanúm beigazolódott. Ahogy megszokhattuk, a regény informatív, rengeteg információ derül ki a szabad kőművesekről, a szervezetükről, a szimbólumrendszerükről, a szertartásaikról, de a vatikáni és a Da Vinci-s művészet történeti ismeretekhez képest úgy érzem, hogy ebben a regényben kevesebbet kaptam a szabad kőművesek vonatkozásában. Így a harmadik részre már észrevettem, hogy ezek a regények szerkezetileg ugyanarra a kaptafára készülnek. Az elején Langdont az adott üggyel kapcsolatban hívják álmából felébresztve. Ez nem hiba, csak észrevétel, hiszen más szerző is csinál ilyet, például Timothy Zahn Star Wars regényei a kirajzás kivételével egy csillagrombolón kezdődnek. Viszont Dan Brown ennek a három regényének a vége is hasonló abban, hogy ugyanolyan hatást gyakorolnak a nyilvánosságra. A sorozat előző két kötete nyilván az újdonság varázsa miatt jobban tetszik, emlékezetesebb, de hihetőbb is volt a téma. Itt a szabad kőművesekről szóló része hihetőek, a helyszínek érdekesek, de Catherine tudományos felfedezése nem fogott meg, nem volt elképesztő, mint a korábbi regényekben az ilyen jellegű dolgok. Összességében számomra szórakoztató volt, de nem érzem akkora élménynek, mint az Angyalok és Démonok, illetve a Da Vinci kód elolvasását. Minden esetre, ha megfilmesítik, meg fogom nézni. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!